Üdvözlöm nézőinket, jó napot kívánok! Február 28-a van, a tél utolsó napja, és már reménykedve figyeljük a tavaszjelző virágok megjelenését. Ilyenkor úgy tűnik, mintha a természet megújuló ereje a gondokat is háttérbe szorítaná. Sokasodnak az egyházi ünnepek. A reformáció 500. évfordulóját a Szórványban, mint például Bukarestben is megtartják. A kerek évfordulók megünneplése kinövi a kisközösségeket. Így történt a Liceum Consort régi zene együttesnél, amelynek szülinapjára messze vidékekről is érkeztek barátok. Tavasz kezdetekor a színházba járó kedv is nagyobb, így egy érdekes színházi adaptáció kecsegtető kínálat lehet, akár a gyergyóiak számára is. A természet vásznon való megelevenítése gyógyír a léleknek, pihentető a szemnek, különösen, ha ez egy olyan alkotó élettörténetével van fűszerezve, mint Sózöld Margit festőművészé. Ma búcsút mondunk a farsangi időszaknak, hisz húshagyóked van farsangfarka. Gonoszőző, tisztaságot adó, termésvarázsló hagyományokkal teli ez az időszak. Sok helyen ma is élő szokás a farsangtemetés. Általában húshagyókedden a legények szalagokkal feldíszített csákóval a fejükön, a zenészekkel együtt bejárják a települést és elhívják az embereket a bálba. A farsangot egy szalmabábú jelképezi, amelyet a piacszereken szoktak elégetni, jelezve ezzel a nagybőt közelettét. Görgény üvegcsűrön a régi hagyományok keverednek a mai kor jellegzetes elemeivel. Nézzük, hogyan. Nyissa ki az ajtót! Adja meg az adót! Az kicsi füstadó! Tyúkadó! Tyúkadó, füstadó! Annyi kérvény van itt mindenhol. Jöttek füstadóé, tyúkadóé és disznadóé. Melyet kell írni itt el? Na, attól függ, na, tyúkadó, látom, bal, disznadó. Jó Isten, az is volt, kiteszem. Köszönjük. Jó, az aszkos tojás csomagol ki. Ez a füstadó. Itt van jó. A káposzta, a tojás mellike, savanyúság is. A káposzta, a savanyú. Az a disznóadó. Disznóadó? Hát ezt adtak jó adót is. Azt még nem hozták be divatba. Még Baszeszka azt mondta, hogy nem kell adni. Gyertek, adjátok az úrnak, hogy ki jó volt. Hajjál, kóstolj meg azt a bort, amit kaptunk. Eljöttek. Edi! Edi! Eljöttek. Nagyon szépen köszönjük. Kicsit a segélyet, elosztott. Így adom. Vagy ki kell vigyeni. Csak. Szerintek a bárban. Gyertek ki, őt nagy elfelejtsétek. Jó, jó. Nálunk Görgény üvegcsőrön itt a farsang zajlás az úgy van, hogy kb. Egy héttel azelőtt már fiatalság megbeszéli, hogy hogy kéne ezt megszervezni, ki volna benne, összepoltolni. Elindulunk a központból, hát a falunak az alsó felét összejárjuk, megyünk házról házra, persze, ahol beengednek. Szó szerint körbejárjuk az egész falut is, ahol beengednek, és amit adnak, azt mindent elveszünk. Az adomány az úgy folylik le, hogy bemegyünk a házhoz, úgy mondjuk, hogy kérünk füstadót, vagy tyúkadót, vagy disznóadót, vagy ilyesmit, és akkor aki amit ad. És a füstadó az úgy van, hogy hány kémény van, annyi ötláj, vagy évenként már az növelődik. És amit adnak az emberek, az feljön írva egy listára, egy füzetben.
és majd a bálba, akkor lesz ilyen kínálgatás, akik fel vannak írva, hogy külön adni nekik vagy valami italt, vagy lesz kültős kalácsütves, akkor na, őket megajándékozni az, hogy hozzájárultak ehhez az egész ünnepséghez. Pirítani, kaptak egy kicsi pálinkát. Akkor egy tojást, mert több nincs, mert csak kevés tyúkom van. Vagy a tyúkat, egy kicsi szalonnáti. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Egészségetekre. További jó munkás, szép napot. Viszont nektek is jó mulatás továbbra. Jó mulatás továbbra is. Tehát ez így gyöngyözi. Már ütött. Csákó van a fejem, mondjuk a papírba szoktuk gyártani, meg a szülők vagy a lányok szokták megcsinálni, ez így a szokás nálunk. Aztán így maradott a apánkról, a fiúkra, meg még a mi fiunkra is, ha oda kerül a sós. Folytassuk a régi hagyományt. A falunkban az úgy van, hogy az alsó felében, és itt benne a szegeletben, még ilyen keverék lakosság van, vagyis magyar-román lakosság van. Arrafelé úgy szokás, hogy na, már falubeliek vagyunk, és tudjuk, hogy na, ki hol lakik, és akkor ahhoz, ahova megyünk be, akkor vagy magyar nótát húzatunk a zenészekkel, vagy román nótát, hogy na, mindenkinek a házigazdának tetszedje, és ha a házigazdának tetszik, akkor minden nagyobb az adomány. Na, fiúk, gyertek, fogjátok meg! Gyertek, hé, fogjátok Nagy, meg! Jó. Gyere, na, hát gyenge, csak gyöngyözik. Aha. Gyöngyözik, jó? Laci, gyere, paplan! Hamar megvan a videó, nekünk, 8-10 éve éjszé. Fünn, te szállva jettet? Na, ezután következik az égetés, amire persze a faluból nagyon sokan el szoktak jönni, nem tudjuk az idén mennyire jönnek el, reméljük, hogy sokan jönnek. Ez úgy történik, hogy van a bábú, a Béla, ami az idén a Bélának lett elkeresztelve. Ez úgy van, hogy meggyújtjuk a szénát, és amikor kezd egy kicsit füstölni, akkor hamar felborítjuk a szekeret. Ez mondják, hogy a farsang égetésnek, mivel hogy a farsang végetés, akkor kezdődik a húsvéti bőjt. Tisztelt egybedült népség! Kedves kicsik és taknyosunk! Kedves öregek és trottyosunk! Ez a beszéd mindenkire érvényes, mert közületek senki sem kivételes. Elsősorban köszönjük, hogy eljöttek ide, utolsó kocsmásnak híres temetésére. Megköszönő is már, de nem tudja, mert egy hete telt már, hogy el van patkolva. De csak ma vettük észre, kiült tetemét, a boros hordóban az óra még beleért. Hát de nem mondjuk, mert nem volt ő ilyen, ritkán ivott, de akkor rendesen. Jézus,
A farsang eltemetésével a Böjtre készülünk, hisz március 5-én, Böjtfő vasárnapján megkezdődnek a bűnbánati istentiszteletek. Így lesz a bukaresti Kálvinom református templomban is, ahol múlt vasárnap egy különleges ökumenikus istentiszteletet tartottak. Megkezdődött a reformáció 500. évfordulóját, valamint a Magyar Református Egyház több mint 450 évét ünneplő rendezvénysorozat. Magyar, német és román nyelven folyt az istentisztelet. A karzatban lévő zenészek is mindhárom nyelven énekelték a zsoltárokat. Zsolt Béla, a Kálvinom lelkipásztora azt is felemlegette, hogy ugyancsak ebben az évben ünnepeljük a Magyar Református Egyház megalakulását is, hiszen napra pontosan 1576. február 26-án volt Debrecenben a Magyar Református Egyház nagy jelentőségű hitvallásalkotó és törvényhozó zsinata. Ezen a régebben elfogadott hitvallások mellett a külföldi hittestvérek újabb bizonyságtételével erősítették magukat, és a genfiek példájára alá is írták a második helvét hitvallást. Ezen felül a debreceni zsinat megalkotta az egyház külső életét is szabályzó törvényeket. Az, amit Luther 500 évvel ezelőtt kijelentett, az ma is megállja a helyét, és érthető a ma embere számára, már aki ért németül. Én magyar református szempontból inkább azt mondanám el, hogy amit hitvalló magyar reformátusok annak idején megfogalmaztak, lefordítottak, érthetővé tettek, és elsősorban gondolok a Károli Bibliára, ha nem is épp 500 éves múltja van, hiszen 1590-ben jelent meg a teljes magyar fordítás, az a magyar irodalmi nyelv alapja, és a 21. század embere számára is mindenben érthető. Ebben az évben tehát a világ 800 millió protestánsával együtt a bukaresti reformátusok is ünnepelnek. Igyekszünk minden hónapban valamilyen rendezvénnyel és meghívottakkal, vendégekkel szebbé, ünnepélyesebbé tenni az istentiszteletünket. Ilyen volt a mai, amikor a német evangélikus egyház tagjaival ünnepeltünk együtt, de a hónap végén, március végén, jobban mondva egy hónap múlva érkezik gyülekezetünkbe a Vándorbiblia. Ugyanakkor tervezünk faültetést, ha nem is 500-at, az 500 év emlékére, de legalább 5 fát szeretnénk, 5 csemetét elültetni ennek emlékére. Tervezünk egy bukaresti Magyar Egyházak Nőszövetségeinek találkozóját. Itt Bukarestben várjuk Öller Ágnes tanárnőt, a Liceum Consorttal, akik a reformáció 500 éves évfordulójára egy műsort állítanak össze, és úgy gondolom, hogy ez lelki megerősödésül is szolgál a bukaresti protestánsoknak. Az istentiszteleten Márk evangéliumából olvasták az igét. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondanékik Jézus: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Dr. Daniel Cikeli, a Szász Evangélikus Egyház püspök helyettese, a reformáció folyamatát az óceánhoz hasonlította, amelyben tiszta vizei mellett a zavaros részek is megtalálhatóak. Azt is elmondta, hogy a reformáció alapgondolata az Istenhez való visszatérés, a vele való személyes kapcsolat helyreállítása volt, és kell, hogy legyen ma is. Esența reformei anului 2017 este să regăsim din nou ceea ce inițial s-a gândit și cum s-a pornit de fapt în secolul XVI. Trebuie să redescoperim valorile și conținutul
reforme. Este astăzi o situație destul de jenantă și uneori chiar contradictoriu, când se vorbește foarte mult despre reformă și când se constată că foarte mulți nu mai cunosc scrierile cele mai importante și conținuturile și valorile pe care le-au susținut și au luptat reformatorii. Pe de altă parte, ceea ce este, cred că, foarte important de reținut, dacă ne referim la cele 95 de teze, care au fost gândite să fie o dispută împotriva unui sistem al indulgențelor, care făcea comerț din diferite aspecte religioase. Cred că este un enunț foarte important, și anume, religia nu este un act exterior, nu este un act de comerț, nu se negociază. Aspectele religioase sunt aspecte de interior și acestea se clădesc pe relația intensă cu Dumnezeu, că așa a pornit cele 90, așa au început cele 95 de teze. Trebuie să regândim și să reformulăm care este situația noastră, a fiecăruia, a individului și a societății față de Dumnezeu, atâta timp cât se mai crede. Március 4-e Böjtfő első vasárnapja, amikor Krisztus szenvedéseinek a kezdeteire emlékezünk, és megkezdődnek a bűnbánati istentiszteletek is. Mit ír a Szentírás a böjtről, vagy mit tanít az Úr Jézus Krisztus a böjtről? Ugye a könyörületesség, az irgalmasság, természetesen a mértékletesség, ez is hozzájár, és szerintem én mindenkinek azt ajánlom, hogy a böjtöt ne tévessze össze a fogyókúrával. Az két különböző kategória. Legyen inkább önvizsgálat, és közelebb kerülni nem csak Istenhez, hanem embertársainkhoz is. Az ökumenikus istentisztelet koncerttel zárult, amelyen egyházi és világi dalokat játszottak Tajti Stefán, Buksa Krisztina, Borzási Dávid, Irina Nastase, Gödri Orbán hangszeres művészek, valamint Forrai Hortenzia énekes. Pénteken, március 3-án 15 órától tartják az evangélikus templomban a női ökumenikus világnapot, amelyen Dél- és Dél-Kelet-Ázsia egyetlen döntően keresztény szigetországáért, a Fülöp-szigeteki köztársaságért imádkoznak a résztvevők. És ahogy a Calvinum lelkésze is mondta, jövő hónap végén a Liceum Consort hangversenyezik majd a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A bukaresti magyar iskola diákjaiból és más fiatalokból álló régi zene együttes január végén egy háromnapos koncertsorozattal ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Ezek a felvételek 5 évvel ezelőtt készültek a bukaresti Liceum Consort középiskolásokból és fiatalokból álló amatőr régizene együttes 20. évfordulóján. Képek, tárgyi emlékek sokassága, egykori és jelenlegi tagok találkozása, a sok év alatt összegyűlt emlékek felelevenítése jellemezte az akkori ünnepséget.
A szülinapi torta mellett az együttes vezetője, lelke, Öllere Ágnes arra a kérdésünkre, hogy ugye találkozunk 5 év múlva is, szerényen azt válaszolta, annyira előre nem jósol. Csak a jelennel foglalkozik, majd az idő eldönti, hogy lesz-e tovább. És eldöntötte. Elértek a 25. születésnaphoz is, amit a többi kerek évfordulóhoz hasonlóan meg is ünnepeltek azon a helyen, ahol történetük elkezdődött. Ugyanis a Liceum Consort előtörténete az Ady Endre középiskolához kötődik. A több évtizedes hagyományhoz híven itt blokkflőtézni tanulhat a zene iránt érdeklődő gyerek. Az iskolai kereteket 1992-ben lépték túl külsős tagok és Sebestyén Klára nyugalmazott zenetanár együttműködésével. Az útkeresés rövid ideje után hamar állandósultak a célkitűzések. A középkori, a reneszánsz egyházi és világi énekes és hangszeres zene tanulmányozása, aktív művelése és népszerűsítése minél szélesebb körű közönség számára. A Liceum Consort nem csak Bukarestben népszerű. A Csíkszeredai Régi Zene Fesztiválnak hűséges részvevője már alakulása óta. De nem csak itt koncerteztek, különböző versenyeken díjakat is szereztek. Újságcikkek, oklevelek, fotók tanúskodnak gazdag szakmai tevékenységükről. Ezek az emlékek újra előtérbe helyeződtek az idei ünnepségen. Éves évfordulón mondom így, hogy a Liceum Consort uralta a rendezvényt. Minden. Most az az érzésem, hogy nem annyira. Miért? Tehát tulajdonképpen ez is megint egy hosszabb távú koncepció volt, akkor menjünk vissza 10 éves évfordulóra, akkor 3 olyan művészettörténeti korszakot helyeztünk előtérbe, amelyel mi is foglalkozunk, középkort, reneszánsz, barokkot, műfajokat, stílust igyekeztünk felvonultatni. Valóban a Liceum Consortnak különböző szegmentumait, a kicsiket, a felnőtteket, a közös együttest a 20 éves évfordulón, és most úgy gondoltuk, hogy amikor a fogyasztás, a konzumizmus úgy elönti az egész életünket, talán érdemes lenne felmutatni a zenélő közösségeket, és akkor a fő gondolat, amire felfűztük az eseményeket, az a családok a zenében, illetve zene a családokban, tehát körülbelül így volt, és olyan együttesek a meghívottaink, amelyek egyben valamennyien zenélő családok is, és nyilván, hogy hozzánk is millió szállal kapcsolódnak. Mert hogy a Liceum Consort is tulajdonképpen az nem az, hogy egy nagy család volt éveken keresztül, hanem alakultak is, formálódtak családok innen az együttesből, ugye? Igen, tehát több olyan eset is van, ahol ha nem is teljesen egy időben, de valamikor szülő, és akkor később gyerek játszott az együttesben, vagy nagynéni a kezdeti csapatban, és a mostaniban egy kicsi unokaöcs, testvérek nagyon-nagyon gyakran, de szerelmek is szövődtek, házasságok is köttettek, még ha nem is együttesen belül, de az együttesnek köszönhetően, vagy együttesek között, ott is már gyerekek vannak, úgyhogy ez a 25 év, ez ilyen szempontból is, hogy mondjam, csak nagyon gazdag volt. Filip Ignás Csaba, a 20 éves seprűszentgyörgyi brassói csíkszeredai zenetanárokból alakult Kódex Régi Zene Együttes vezetője, fiával, lányával és feleségével közösen, valamint Fernándáról Milá zongoraművész fiával, Emil Rakovianu ifjú zongoristával, reneszánsz táncokkal és zenével köszöntötte az ünnepelt bukaresti együttest. Potom spojila, če eveniment ješ tu aič, štii? Sunt evenimentul a 26 de ani de la liceul consortului de blockflöte. Știi ceva despre formația aceasta? Da. Sau mama spune mai mult, ce legătură aveți dumneavoastră cu liceul consort? Eu ascult de 25 de ani liceul consort, așa că, da, el ascultă de mai puțin timp.
Avem o mare admirație pentru Aghi, pentru doamna profesoară Lăra Ragneș. Are un merit extraordinar pentru că a învățat toți elevii din această școală să cânte la blocflotă. Cred că școala maghiară, de fapt, e o raritate și o excepție în București. O școală în care toți elevii să poată să cânte la un instrument. Este ceva extraordinar. Și nu este un liceu de muzică. Tocmai, asta vreau să subliniez. Și făcea asta și pe, în timpurile în care nu era nimic prevăzut într-o programă. De fapt, cred că nici acum nu e prevăzut în vreo programă sau să fie impus de un minister sau ceva. A fost pur și simplu pasiunea ei și a făcut acest lucru într-o carieră didactică extraordinară, cu toată dăruirea și, da, am toată admirația. Consider că e o mare izbândă asta, că a învățat pe toți elevii să cânte la un instrument. Și apoi meritul se prelungește, meritul ei, pentru că pe cei pe care îi vedea talentați și îi recruta pentru acest ansamblu, pentru Liceum Consort, și faptul că mai departe făcea, pregătea programe, de fapt nu știu de ce vorbesc la trecut, că pregătește programe ca să le aducă pe scenă, în concert, asta deja e alt nivel, presupune altă muncă, a făcut-o întotdeauna cu toată abnegația și mare bravo, mi se pare extraordinar. Pentru că, vedeți, noi vorbim de formații, dar când vorbim de formații ne gândim la aceeași structură, la aceiași membri care compun o formație. Dar Liceum Consort este unic, pentru că e o formație în care se perindă generații. Și în 25 de ani, cred că prin mâinile lui Aghi au trecut peste 70 de membri. E ceva foarte impresionant. A legmesszebbről a nagykárolyi Kármina Renascencia régi zeneegyüttes érkezett a Liceum Consort 25 éves évfordulójára, de szívesen tettek eleget a meghívásnak, hisz régi barátság fűzi őket össze. Ezt az is bizonyította, hogy a hangverseny végén a két együttes játszik könnyedséggel hangolódott össze. Barátságunk a Liceum Consorttal 25 évvel ezelőtt kezdődött, amikor ők megjelentek a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválon, és akkor mi kollégium együttesként működtünk, Deák Endre vezetésével, és nagyon tetszett, mindig is nagyon tetszett, ahogyan Ági összefogja, és régi zenét tanít a bukaresti ifjúságnak. És azt szokták mondani, hogy a régi zenének van egy sajátossága, már pedig az, hogy családban nagyon jól beül. A ti családotokra is azt hiszem jellemző, hogy a két gyönyörű szál fiatalhoz van valami közöd, ugye? véletlenül a gyerekeim. Hogy tudtok ti testvérként így összehangolódni így a reneszánsz táncban? Hát nem nehéz, az igazság. Mindkettőnknek van már a reneszánsz táncon kívül is táncos múltja, elég sokat táncoltunk, külön is és együtt is, néptáncot, versenytáncot, úgyhogy maga az, hogy táncos világ, az nem volt nehéz. És a másik fontos tényező az az, hogy hát ebben nőttünk bele a reneszánsz világába mind a ketten, úgyhogy valóban családban marad. Tehát kicsikorunk óta Csíkszeredát
ismerjük, jártuk mi is, mentünk az üleink után, úgyhogy belenőttünk tényleg. Jó ez, hogyha a gyerek valamibe belenő, és ezt ő is tudja tovább vinni? Természetesen igen. Nekünk ez szerintem elképzelhetetlen már, hogy enélkül teljenek a napok. Láttál először a családból a színpadba, a liceum konszortba játszani? Szabit és Szilárdot. Ki a Szabi és Szilárd? A testvéreim. És te mikor fogsz liceum konszortos lenni? Még nem tudom. Te leszel vajon? Hát én szeretnék, nem tudom, hogyha leszek-e. Hát itt van az utánpótlás a családból, hisz hárman vagytok, ketten már liceum konszortosok, és reméljük, hogy ő is. Reméljük, hogy jövendőbeli, igen. Mi is a liceum konszort 25. éve? Uh-huh. Hát ez elég nehéz így röviden összefoglalni, viszont az tényleg elmondható, hogy bár sokan ezelőtt 20 évvel zenéltek, vagy esetleg 10-zel, vagy épp most, ez mindannyiankat összeköt. Tehát olyan emberek vagyunk rokonok, sorsrokonok a zenében, akik tényleg nagyon távolról jöttünk, de mégis ez összetart. Úgyhogy talán a zenének az egyesítő ereje az, ami a liceum konszortnak a lelke. Mondhatom azt, hogy meghatározó szerep volt az életedben ez az együttes? Határozottan. A zenét azt már nagyon zsengekorom óta gyakoroltam. 8 évig hegedültem. De a régi zenét, azt itt szerettem meg, itt tanultam meg. A gregorián zenét, azt itt ismertem meg úgy annyira, hogy magamévá tegyem, és hogy teljes szívvel, lélekkel megszeressem. Az elején nagyon idegennek éreztem, monotonnak, de nagyon szerettem énekelni. És akkor ezáltal, hogy énekeltem, meg együtt énekeltünk, megértettem, így belemélyültem abba a hangulatba, és most is nagyon szeretem, és ez egy nagyon nagy érték. Az ünnepségen Fekete Klára vezette bukaresti Baracsák kórus egyházzenei hangversenye után az egykori tagok közös muzsikálással lepték meg mindenki Ági néniét, akinek az 5 évvel feltett kérdést újból feltettük. Hogyan látja a liceum konszortot 5 év múlva, vagy 10 év múlva? Nem tudom, mindennek van kezdete és mindennek van vége, most igyekszünk ezt a 25. évet megélni. Vajon belesül-e az, aki haptákba vágja magát? Jakafi Tamás rovatának soron következő részében erre is választ kapunk. És azt tudta, hogy meglepően sok szavunk utal a hadviselésre, anélkül, hogy sejtenénk? Az, hogy valaki haptákban áll, abban kétségkívül érezzük még a katonai jelentést és a német eredetet. Haptacht szólt a német vezényszó, ami magyarul a vigyáznak felel meg. Ám ha szép szavaink a nyelvromlás martalékaivá lesznek, már nem is gondolunk arra, hogy a martalék nem egyéb, mint hadizsákmány, amelyet később, olykor áron alul elkótya vetyiltek. Milyen talpra esett megoldás, ha a rögzített szövegformulában, például a locsolóversben megakadt falusfelünkre azt mondjuk belesült, pedig eredetileg a lövedék sült bele a puskacsőbe. Ha túl nagy a zaj, az a riadó hangzavarát idézhette. Márpedig a riadó franciául alarm, ebből az alarmból pedig lett, kevéske német közbenjárással, alarma. A komisz, pimasz, faragatlan, rosszindulatú, a kincstári kenyér jelentésű komisz kenyérből ered. A zackpack, a katonai menetfelszerelés német megfelelőjére vezethető vissza, a zack und pack tudnilik szó szerint hátizsákot és csomagot jelent. A patália egykor nem felfordulást, csetepatét jelentett, hanem gyilkos ütközetet. A rajtsúrozó gyerekek pedig a lovaglóiskola, a Reitschule emlékét idézhetnék, ha tudnánk róla. De most már tudunk.
Puskin 7 évig írta az általa is legszebb munkának tartott elbeszélő költeményt, az Anyegint. A költő Dosztojevszkijt idézve olyan tapinthatóan, valószerűen, olyan hatalmas erővel és teljességgel jeleníti meg benne az igazi orosz életet, ahogy Puskin előtt senki. Az Anyeginben fölvonul a nemesi társadalom minden jellegzetes típusa. Sorsuk fölmutatásával, érzéseik ábrázolásával Puskin az emberi élet alapkérdéseire keresi a választ. Hogy mi az belőle, ami máig is érvényes? Teszik fel a kérdést a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház alkotói. Szerintük az Anyegin a vágyról mesél, és az elengedésnek azon mélységéről, melybe belezuhanni akár több életen keresztül is érdemes, a szikrányi, de mindent felülmúló szépség miatt. Lelke göttingai szellem neveltje, az ifjúság virága volt, Kant híve, verselt és dalolt, ködülte, németalföldi tájról hozott új eszmét, új tudást. Az orosz irodalom meghatározó alakja, Alekszandr Szergejevics Puskin romantikus verses regénye nyomán vitte színre nagy botont, az Anyegint a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színháznál. A fiatal rendezőnek ez már a második munkája a társulattal, a Homokszörny című előadás után. Kétségeit nemes szívének, rózsás álmokba rengeti. Az élet cél. Milyen szép. Reg. Ez az eset. A gyergyói társulat tagjai mellett az Anyeginben az ősfigura egyik tagja, Szakács László is játszik, illetve meghívott előadóként két színi főiskolás szerepel, továbbá külső munkatársakkal is kiegészül az alkotócsapat. Engem elsősorban Faragó Zénónak a személye inspirált, mint Anyegin. A Homokszörny után éreztem, hogy ha nekem még lesz egy lehetőségem itt dolgozni, akkor az biztos, hogy valami olyan szeretnék választani, ami elsősorban egy kicsit róla is szól meg, hogy őt vele dolgozni többet. Illetve a társulat többi része is egy olyan csapat, amelyel mindig, vagy hogy egy örömteljes pillanat volt az előző előadás is, meg a mostani még inkább, és ismertem a teret itt, ismertem a helyzetet, egy kicsit a nézőket is, a várost, és úgy éreztem, hogy ez lehet csak az a pont ezekkel az emberekkel megcsinálni egy ilyen művet. Amikor ide jöttem, ugye láttam, hogy ez egy nagyon jó csapat, ami itt van, de úgy mindenki az egész színházban, minden egyes ember itt úgy működik, mint egy család. És hát először ugye féltem, hogy ebbe vajon én hogy fogok tudni beleilleszkedni, úgyhogy az eleinte még így lassan, hát nyilván megfigyeltem a dolgokat, és aztán fokozatosan beleépültem, és úgy érzem, hogy most már én is így a része vagyok, és nagyon-nagyon jól érzem magam. Tehát, hogy itt egymást segítik az emberek, ahogy én látom, és ez szerintem nagyon fontos. Ez izgalmas dolog, kikerülni a tanterembe, tehát egy nagyobb térbe, meg teljesen új csapat, teljesen más világ, de nagyon jó tapasztalat volt. A színházi adaptáció, bár követi a Puskin műcselekmény szálát, inkább zenei betétekre, mozgásszínházi megoldásokra, fény- és hanghatásokra építkezik. De lássuk dióhéjban a cselekmény sort.
anyagin útkereséséről szól a Puskin regény, az ifjú egy jómódú család sarja, aki sok mindenben kipróbálja magát, de sorra mind elunja, ahogy a fényűző nagyvárosi életet is. Tehetséges. Nem igazán, de azért köszönöm. Vörös áfonya frissítőt, Monsieur Anyegin. Köszönöm. Egy kicsit kesernyés, nem? Vagy inkább üdítő? Élvezi a vidéki életet? Igen, nagyon kellemes, igen. Elképzelésem szerint inkább untatja, unalmasnak találja, és hiányolja a kifinomult ízlést. Egyáltalán nem. Ő egy, mondhatni, életunt ember, akinek minden lehetősége megvan arra, hogy megkeresse, vagy megtalálja a saját céljait, de fáradt ahhoz, hogy ezeket így felfedezze. Azt gondolom, hogy mindenkinek az életében van olyan korszak, mondhatni, amikor összekeveri a dolgokat, mondhatni az érzéseit, vagy az érzései, vagy az értelme alapján hoz döntéseket, aminek persze majd előbb-utóbb belátja a következményét is, de lehet, hogy akkor már késő. És Anyegin jelen esetben akkor látja be, amikor már késő. Mennyire áll közel hozzád ez a karakter? Közel áll hozzá végeredményben, mert mondhatni, nekem is volt egy ilyen periódusom. Tehát amikor az ember így próbálgatja magát, kipróbál ezt is, azt is, azt mondja, hogy szabadság, de inkább szabadosságot él meg. Tehát, hogy azt gondolom, ez is kell, hogy helyre kerüljenek a dolgok. Ahogy nagyapám mondta, hogy minden rendben van, csak semmi sincs a helyén. És akkor ezt azt gondolom, hogy mindenki a maga felelősségéből vagy megteszi, vagy nem. A nagyvilági élettől megundorodott címszereplőt egy váratlan örökség falura szólítja. Itt megismerkedik Lenszkijjel, az álmodozó fiatal költővel, és általa a Larin családdal. Az idősebb Larin lány, Tatjana, beleszeret Anyeginbe, levelet is ír hozzá. A férfi udvariasan, de határozottan visszautasítja a közeledést. Jár be ez a, végére menő. Egy gyerekként indul, és az első nagy szerelem azt, ahogy megéri, ahogy lezajlik benne ez az egész, amit szerintem nagyon jól megfogott Boti. Ez a düh, a tehetetlenség állapota, hogy ott van, hogy nagyon, hogy bármit megtenne azért, hogy együtt lehessenek, és egy falba ütközik. És aztán meg ugye találkoznak. Megint. És ott borzasztó érzés.
de nagyon szép az út, amit bejár. Szerintem izgalmas. Tatjana névnapján Anyegin pillanatnyi ötlettől vezérelve udvarolni kezd Olgának, a fiatalabb lánytestvérnek, akiben Lenszkij szerelmes. Az ifjú vőlegény párbajra hívja Anyegint, de vesztire Lenszkij meghal. Vladimir Lenszkij ugye a fiatal, hős, szerelmes, Anyegin legjobb barátja, mégis már csak dacból is nem lép vissza. Tudja, hogy meg fog halni, mert nem egy szinten állnak, és tisztában van Anyeginnek a képességeivel is. Ennek ellenére azt gondolom, hogy bele csöppen ebben az életben, mert ő nagyon szeret megfigyelni dolgokat. Nagyon egy naív ember, és van benne egy ilyen nyansznyi gyerekesség. És bár meghal, mert tudja, hogy meg fog halni, de azért a szívem mélyén benne van az érzés, hogy Anyegin úgyis a barátom megölt, vagy meg fog ölni, de én azért mégis szeretem őt. Történet végén Anyegin egy moszkvai fogadáson találkozik újra Tatjanával évek múltán. Beleszeret a már férjezett és előkelő asszonyba, de most Tatjana utasítja el. A cselekményszál felgöngyölítése az előadás során mondhatni akadálytalanabb volt azon nézők számára, akiknek már eleve ismerős volt a klasszikus darab, mint annak, aki most találkozott először a történettel. Mégis a tragikus jelenetek, a rendezői fogások, az installációk hatása és a színműbe ágyazott rendezői üzenet minden bizonnyal nyomot hagyott minden egyes nézőben. Nekem ez a második munkám Botival, ő ilyen asszociatív módon is rendez, vagy illetve nyitott sok olyan kérdésre, ami fölmerül a próbákon. Tehát, hogy nem az van, hogy előre egy otthon eldöntött forgatókönyv alapján, hanem az otthon előre forgatókönyv alapján nyitottan gondolkodik, és ezért is szeretem, mert hogy kíváncsi a színészre, és a színész meg, hogyha nyitott, akkor ez egy párbeszéd tud lenni. Ez nem minden rendezővel van így, nem feltétlenül jelent ez rosszat vagy jót, ez egy másik típusú színház, ami ő úgy nevezi, hogy technopoetikus installáció. Nehéz ebbe a műfajba belehelyezkedni, mert az az iskola, amit én tanultam úgymond a színházról, az teljesen másfajta tudást vagy tapasztalatot ad. Itt gyors videóklipszerű váltások, nincs idő arra, hogy egy karaktert így fölépíteni az elejétől a végéig, tehát megtörténhet, hogy éppen csak egy villanást látunk, vagy itt a színész feladata sokszor ebben az előadásban az is, hogy keresztül vigyen díszletelemeket, vagy csak látvány legyen, illetve megvannak azok a pillanatok, amikor színészként kell jelen lenni, és van, amikor egyszerűen csak létezni kell, meg különböző olyan feladatokat kell ellátni, ami úgy nem szokványos, hagyományos színházban. Thank you.
ismertem korábbról is Botit, viszont tényleg ez a műfaj, amit ő csinál, ez egy friss, egy olyan dolog, ami nem hétköznapi, nem egy kőszínházra jellemző. És szerintem ez egy nagyon-nagyon bátor dolog, amit ő végez. Mert megérint olyan dolgokat, amiket más rendező, vagy más emberek nem mernek. Egyfajta kísérlet színház. Útkeresésről szól a Puskin nyomán rendezett darab, amely során az emberi léttel kapcsolatos egyetemes kérdések merülnek fel. A címszereplő, a szerző, a rendező, és ezáltal a néző útkeresése is. Az előadás sokszínűen bontja ki az ember viszonyát a világgal, illetve önmagával. Érzem, hogy a színház manapság az már egy univerzálisabb térré kell váljon, mondhatni játszótérré például, amiben én a személyes életemből olyan dolgokat engedek meg magamnak használni, amik által én fel tudom építeni a saját világomat, vagyis azt a világot, amit én első olvasatra megidéződik, vagy megszületik bennem. Egy olyan fajta utat keresni, ami őszinte és személyes tud lenni, mármint számomra őszinte és személyes. És ezt egyféleképpen egy univerzálisíkba áthelyezni, pont Goethe mondja, hogy a költő csak akkor érdemli meg a nevét, hogyha a személyes érzelmein túl egy univerzális világot tud megteremteni, és azt kifejezni tudja. És úgy érzem, hogy alapvetően én most nekem fontos, hogy a fiatalokat szólítsam meg elsősorban. Érzem, hogy most ez a generáció, amiben mi élünk, nem tudom, Y vagy Z vagy W generáció, nem tudom, mindegy. Egy olyan erővel létezik, hogy hegyeket kell mozdítson, és elsősorban szerintem mi kell összefogjunk ahhoz, hogy ne inkompetensek irányítsanak, ne nyeljünk le mindent, amit így készen tálcán hoznak nekünk, hanem először szagoljuk meg. Fontosnak tartottam, hogy elsősorban érzelmeket közvetítsünk, bocsánat. Fontosnak tartottam azt, hogy gyomorszáljon
vágjuk a nézőket és magunkat is, és ezt pedig szerintem a mai világban, ahol én hiszem azt, hogy a színház fel tudja venni a versenyt a videoklipekkel, vagy nem tudom, akármilyen más ilyen multimédiás történettel. Ebből a szempontból pedig egy olyan nyelvezetet, egy olyan formai világot kerestem, vagy ehhez az egészhez, amely lehetővé teszi azt, hogy a legjelentéktelenebb gesztusnak is egy drámai töltetet kapni, amiből az egész egy személyiséget, egy személyes légkört tud alkotni. Bűnösök vagyunk abban, hogyha nem tetszik egy színházi előadás, nem állunk fel és nem megyünk ki. Bűnösök vagyunk abban, hogy a szemünk láttára embereket ölnek meg, és mi szemet hunyunk felette. Bűnösök vagyunk abban, hogy felejtünk túl gyakran és túl sokat. Bűnösök vagyunk abban, hogy nem azt az életet éljük, amit megálmodtunk magunknak, mert nem álmodunk. Bűnösök vagyunk a háborúkért és a gyilkosságokért. Mindig. Aki még nem látta az Anyagint, vasárnap, március 5-én megnézheti Gyergyó Szent Miklóson a Figura Stúdió Színház Társulatának előadásában. Kedves nézőink, most jelezték híradós kollégáink, hogy lehet adásunkat egy külön kiadással megszakítják. Amennyiben ez megtörténik, a most következő riportot egy későbbi időpontban teljes egészében láthatják majd. Az idősebb generációhoz tartozó erdélyi képzőművészek között aligha van olyan, aki ne a szerető tiszteletérzésével gondolna Sózöld Margitra, a festő és grafikus kollégára. Több nemzedéknyi gyermek ámult rá rajzaira a Napsugár folyóirat oldalain. Szelíd, de elszerű kedvessége, jókedélye, nyitottsága korosztálytársai számára példamutató. Őt látogatjuk most meg Kolozsvári otthonában. Szeretek dumálni, de nagyon nehéz arról beszélni, hogy miért lettem képzőművész, vagy hogy egyáltalán mindig elégedetlen voltam magammal, sajnos. Nem hittem, hogy jó, amit csinálok, de arra nagyon büszke vagyok, hogy soha nem mondtam olyasmit, amiben nem hittem. Nem hazudtam, hál' Isten. Van egy elég csúnya véleményem, illetve nem általánosítva, de ugye azért mondjam azt, hogy általánosítva. Nem szeretem azokat a képzőművész nőket, akik nem férfinek fogják fel ezt.
Tehát a műteremben is, amikor főiskolán voltam, akkor mindig, hogy jaj, húzd ki az állvány, vagy segíts, nem tudom. Nem, én azt szerettem, hogy olyan erőteljes legyen, amit csinálok, hogy ne érződjön, hogy ezt nő csinálta. Lehet, hogy ez hülyeség. De én ezt így értelmezem. Nem nézem le, nem pejoratív módon, hanem én... Na. És valahogy például sokat jártam Imre bácsi, Nagy Imrének a műtermébe, és nagyon büszke voltam, hogy a barátai közt, a férfi kollégái között úgy fogadott, mintha én is fiú lennék. Hisztis gyerek voltam, anyukám ahogy emlékezett, hogy nem tudom, még kicsi kiültem az ablakba, és mondta, öngyilkos leszek, mert mit tudom, én valamit nem adtak nekem oda, akkor jól, mert elpüföltek, és nagyon érdekes volt az a, hát először is a család volt nagyon érdekes, mert édesapám Madéfalvi Zöld, de a Bánátban nőtt fel, mert az édesapja ott volt intéző, mit tudom én, milyen birtokon, és ő tökéletesen tudott románul, németül és magyarul. Wingárdon született, és nagyon érdekes volt az, hogy nálunk otthon, hogy mondjam neked, minden, nem volt ilyen, hogy csak ez a társaság jön, vagy csak az, minden érdekelte. Különben jó volt végzett, de soha nem folytatott ügyvédi gyakorlatot, egy amerikai vállalat. Hát lényegtelen, hogy most erről nem beszélek, csak az, hogy érdekes volt a baráti köre, és érdekes. Hogy mondjam neked, nem volt egy bizonyos társaság, hanem minden. És anyukám pedig énekesnő volt magánúton, tehát nem koncerténekes volt, csodálatosan szép hangja volt, és nagyon-nagyon szép volt. A nővérem volt, ő Pestre költözött, ott ment férhez. Balázson kívül nekem nincs már rokonom. Kihalt a család. Nem voltam még középiskolás, hanem elemista, és megvan egy negyedik elemiből egy, hogy hívják, Urai Zoli osztálytársam volt, a vívó. És van egy olyan osztályképünk, ahol mert fiúk, lányok, hátul áll Urai Zoli, és ilyen, neki volt egy ilyen díszmagyar ruhája, és abba. Margittal úgy találkoztunk, hogy ő a református leánygimnáziumba járt, én a református fiúkhoz. 1948-tól egy közös francia tanárunk jött, mind a két gimnáziumban, neve Olá Tibor, aki Olaszországban végezte az egyetemet, egy rendkívül művelt és egy nagyon kitűnő pedagógus volt Tibor. Ő tanított minket is, és a leányokat is. Itivel osztálytársak voltunk már, nem iskolatársak, csak osztálytársak. Ő is 1948-ban a református leánygimnáziumban, illetve akkor már egyes leánygimnázium. Én a református fiúgimnáziumban jártam. Hetedik gimnázisták voltunk, tehát a hetedik és a nyolcadik gimnáziumot párhuzamosan végeztük Itivel. Olá Tibor úgy hozott össze minket, hogy közösen színdarabokat játszottunk. Hát az első színdarab, amit játszottunk, az a Cyrano de Bergerac volt. A második színdarabban, a Cidbe, abban játszottam én is, itt is. Ott már olyan kétszabas szerepeket kaptunk. Tehát így kerültünk össze Itivel.
emellett, a színdarabok mellett voltak ilyen táncos, baráti találkozók, és ott alakult ki a barátságunk. Ez a barátság az, ez olyan típusú volt, hogy nem udvarlás volt, hanem egyszerűen jól esett vele beszélni. Egy nagyon értelmes leányka volt, egy nagyon olvasott leányka volt, művelt volt, remek humora volt, és egy élvezet volt vele elbeszélgetni, eltáncolni, és kialakult egy kölcsönös szimpátia közöttünk. És ahol, ahova nagyon kötődöm, az itt Kolozsváron, mivel a Tordai úton laktunk, nagyon érdekes környezetben, hogy kérdezed. Mert egyik oldalon volt a cigánsor, az egyik szomszédunk a Tatamo, a hegedűs, aki mondta, hogy később, mikor anyu is zongorázott, a nagyságos asszony, ha meghal a temetés, én is ott fogok muzsikálni. És a másik oldalon lakott Haki várónő. A Farkas utcai református elemibe jártam, ottán a református leánygimnáziumba, ott is érettségiztem, és a Varabás Miklós C is ott van, a Farkas utcában. És nekem mondjuk az egész életem úgy a Kolozsvárnak ahhoz a részéhez kapcsolódik, a bástyához, és Kolozsvárhoz. Sehol nem tudnék élni, csak itt. Az érettségi előtt már a rajztanárnőnk elvitt minket a sétatérre, és megmutatta a képzőművészeti főiskolának a műtermeit, mert akkor már létezett. És olyan csodálatosnak találtam, és olyan érdekesnek, és talán akkor határoztam el, hogy sehova nem próbálok felvételizni. A természetrajz még vonzott, de a rajzolás az már kicsi gyerekkorom óta, hogy végig kísért. Úgy is, mint megfékező dolog, mert nagyon rossz gyerek voltam. És ha egy ceruzát adtak a kezembe, és egy papírhoz jutottam, akkor úgy elcsendesedtem, és talán ez volt az a megfékező dolog, ami nem tudom, hogy determinálta azt, hogy képzőművész legyek, azt nem tudom. De semmi egyébhez nem éreztem volna, se vonzódást, se hivatástudatot. Mert olyan furcsa, hogy a képzőművészetet mindenki pályának úgy megfogalmazzák, úgy, mint életcélt. Nem, ez hivatás. Az ember erre születik, amikor azt hiszem másodéves voltam egyszer Gyészavó Béla társaságában, valakivel találkoztunk, és az illető bemutatott Gyészavónak, hogy na egy jövendő képzőművész. Soha nem felejtem el azt a megfogalmazását Gyészavónak, hogy egy képzőművész nem lesz, az van, az úgy születik. Úgy, ahogy van, a maga kicsi szerénységével, azzal a kicsi egymondattal, amit el tud dadogni. Babodi Nagy Béla volt a tanárom. Megmondom neked őszintén, hogy én féltem tőle eleinte, illetve olyan szigorú volt, és nem volt olyan közvetlen, de nagyon-nagyon igyekeztünk, és emlékszem, hogy egyszer meghívott minket, hogy meglátogathatjuk a műtermébe. Akkor láttam, hogy valahol volt benne az érzelmeivel egy gátlás, és bennem úgy megmaradt az, hogy ő látogatókat fogadott velünk, és közel engedett magához. Megérezte azt, hogy mikor kell egy jó szóval, vagy egy biztatással egy kicsit az embert közelebb engedni magához. Miklósi Gábor csak államvizsgára vett át minket utolsó két évben, de
a régi pavilonban, ahol voltak a műtermeink, ott nem falak választották el, mit tudom én, a ásokat, vagy az államvizsgázókat, stb. Stb. És emlékszem, hogy a Miklósi korrektúrára, mikor hallottuk, hogy a bottyával kopog, jön be, akkor mindegyik oda tapadt az a falhoz, válaszfalhoz, ami elválasztott, hogy meghallgassuk a korrektúráit, mert csodálatos centori hangon olyan korrektúrái voltak, hogy érdemes volt mindig meghallgatni, és emlékszem, hogy sajnos belefestett a munkákba, és emlékszem, hogy Várhelyi Imolának a munkájába belefestett, és Imola a paletta késsel így át mögötte, hogy most gondoltam, Istenem, most mindjárt leszúrja. De csodálatos volt, amiket mondott, és ahogy megmagyarázt, hogy mit kell lássunk. És később az államvizsgamunkákat, azokat felvittük mindig korrektúrára, vagy a vázlatokat hozzá a műterembe. Hát az egy másik külön élmény volt, az a látvány, ami ott volt a műterembe. Kós András nem tanított minket, de nagyon jó volt, mikor egy-egy műtermi látogatás volt, és akkor elvittek. Később kerültem vele így közvetlen kapcsolatba, amikor már végeztünk, és ugye ő a VMC-nek volt az egyik alapító tagja. Beszélnék még egy olyan tanárról, aki a mi évfolyamunkat nem tanította, de bejárta a műtermekbe, és megnézte a munkáinkat. Itt Fejér Péter festőművészről beszélek, akinek a csodálatos munkásságát és a nagyon értékes hagyatékáról nem tudom, hogy valaki foglalkozna-e egyáltalán a Fejér Péter életéről és művészetéről. Csodálatos paszteljei voltak, gyönyörű rajzai, és egy nagyon-nagyon meleg szívű valaki volt. A lényeg az, hogy egy tanár elhitesse az emberrel azt, hogy miért él, miért dolgozik, miért akar művész lenni, és hogy egyáltalán érdemes csinálni, amit csinál, és egyáltalán értékes az. Mert én nem önhittségről, nem önbizalomról beszélek. Olyan csodálatos ez a mi magyar nyelvünk, mert olyan sok rétege van, és olyan sok nüansza, olyan sok megfogalmazása. De én nagyon szeretném, talán amit Nagy Imrétől tanultam, azt úgy észbe vésni, és másnak is átadni, hogy a legfontosabb az alázat. Nem a megalkuvás, nem az álszenteskedés, hanem az, hogy őszintén alázatos lenni. Valami olyat kaptunk mi az élettől, ami másnak talán nem jutott. Egyiknek több, másiknak kevesebb. Az a kicsi, az a kevés is engem boldoggá tesz, és talán gazdaggá. Az akadémia elvégzése után én kaptam egy Andreescu díjat, egy ösztöndíjat. Lehetett választani. Pedagógiát is próbáltam végezni, de olyan tehetségtelen voltam, hogy nem tudtam tanítani. Én boldogan azt vállaltam, hogy akkor szabadúszó leszek 2 évig, és hát csak a festészetnek élek, de sajnos időközben egy nagy tragédia volt, mert édesapám meghalt, és anyukának roppant kevés volt az özvegyi nyugdíja, és akkor kétségbeesésemben kerestem valamit, hogy miből tudjuk, hát ott volt a ház, szóval egy csomó költség,
minden. És óriási szerencsém volt, mert anyukának nagyon jó barátnője volt Marton Lili, a írónő. És Lilike boldogan mondta, hogy indul egy gyereklap, és oda keresnek munkatársakat, és természetes, ha ő nincs, akkor én honnan nem tudtam volna bekerülni. Tehát kellett próbarajzot vinni, és óriási szerencsém volt, mert Asztalos Pista bácsi felvett a Napsugárhoz. És az érdekes az volt, hogy nem képszerkesztőnek, hanem nem tudom, fordítónak vagy takarítónak, szóval valami egész más posztra kerültem, vagy más hivatalos írásom, mert a képszerkesztő az Kádár Tibor volt. A Napsugár egy otthon volt, ahol szinte olyan, most nem akarok szentimentális lenni, de önkéntelenül is jön, hogy sírjak, mert olyan emberek voltak ott, akikért érdemes volt vállalni mindent, mint Veres Zsolti, mint Szilágyi Domokos. Szilágyi Domokos egy nagyon érdekes ember volt, mert furcsa módon próbált, tehát érezted, hogy erről ne beszélj előtte, mert nem akarja, hogy beszélj. Nem tudom neked megmagyarázni, de nekem két olyan munkám van, amivel úgy érzem, hogy tartoztam neki. Van a Requiem egy költőjér, egy tollrajzom, és van a Kényszerleszállás. És hát aki számomra a legfelejthetetlenebb volt, az Fodor Sándor. Nekem az egy öröm, egy csodálatos öröm volt, egy boldogság volt ott dolgozni. Úgy érzem, hogy vannak bizonyos korszakok, ha visszatekintek erre a hosszú életre, hogy például volt egy idő, amikor a szenet, a szén volt az, ami a szénnek a puhassága, az erőteljessége, mert ahogy már biztos mondtam, hogy én állandóan úgy akartam, hogy amit én csinálok, az férfias legyen. Hát itt van például az anya gyermekével, ahol nem ahogy szokták ábrázolni, kicsit édeskésen, ahogy a mama magához öleli a gyereket. Itt ez egy erős mama. És pasztellel is talán, amikor kívántam, hogy puhább legyen, vagy nem tudnám neked megmondani, hogy miért, mivel. Talán a téma is adja azt, hogy mit kíván, amit ki akarok fejezni, de volt egy bizonyos idő a kísérletezés ideje, hogy kipróbálni mindent. Kipróbálni a pasztelt, az akvarelt. Volt, ami, de úgy éreztem, hogy nem elég a technikai tudásom hozzá, mert azért az is nagyon számít. Talán a monumentalitást éreztem, hogy hiányzik, hogy ahhoz nem tudok felnőni. A hiányérzés az, hogy eltelt az élet. De egyetlen egy dolognak, szóval nem vagyok hálátlan a sorssal, hálás vagyok a Jóistennek, hogy valami olyat adott nekem, amiért érdemes volt élni. Amikor a közös tankönyvet rajzoltuk Helgával, akkor volt annak idején egy ilyen orosz csoport, a Kukraniksi, hogy az egyik a figurális rajzolt, a másik a tájat, és Helga volt a pontos, és akkor mindig mondta, hogy na most lehelj bele egy kis lírát, és akkor én jöttem a felhőkkel valami virágra. Úgy is hívtak minket, tudod, hogy a tankönyvkiadónak a
vezetője itt Kolozsváron, Condi Gyula, és akkor mi voltunk a Condi két apródja. De ez csak neked. Van úgy, hogy nem a valós képét viseli az ember magán, hanem igyekszik egy ilyen furcsa állarccal amögé bújni, rejteni valamit, nem őszintén. Vagy esetleg, ha őszintén ezt a kifejezést is használjuk, hogy lemeszteleníti az arcát, ahol az ember olyan titkokat is meglát, amit esetleg rejtene az illető. Hogy én mit tartok az emberi arcról, vagy hogy fogom fel az arcképfestést. Van egy nem élő emberi arc, ezek az arcképek az én képzeletbeli múzeumomban élnek, és ilyen örök emlékként gondolok azokra a csodálatos arcképekre, amelyeket alkalmam volt látni. A szegényes és nagyon hétköznapi eszközeimmel én soha nem fogok tudni olyan kifejezéseket adni, vagy olyan kifejezéseket visszaadni, vagy úgy ábrázolni emberi arcot, ahogy ők. A Degas csodálatos barna hátterű női portréja, vagy Goya bermudézni arcképe, érte, többször is felutaztam Pestre, hogy láthassam, vagy Dürernek a férfi portréja, és a legnagyobb hatású részemre azért a Rembrandt öregasszony arcképe, a szemeknek az a csodálatos kifejezése. Ezek a szemek már nem az emberi életben néznek veled szembe, hanem valahol a léten túl. És hogy ezek közül mit keresek? Hát talán amelyik a szépséget elsősorban, a nyugalmat, engem riaszt, vagy nem is tartozik hozzám, groteszk, nem, az arcképeken keresztül én nem akarok véleményt mondani, se az emberről, akit rajzolok, se a társadalomról, amiben él. Egyszerűen azt az érzést próbálom megfogalmazni, amit bennem kelt az illetőnek a látványa. Most a látványon túl, hát természetes, szeretném megismerni a felső életét, tehát nem egy üres, naturalista másolás formájába próbálom a karakterét, a hasonlóságot, amit én úgy vettek fel, hogy az természetes, hogy az az én véleményem az illetőről, hogy magára ismerjen. Amit Sózöld Margitnál találtam, és más művésznél nem, ez a kettősség. Egyrészt egy nagyon vidám, nagyon humoros és félénk ember, tehát akinek szüksége van biztatásra. Másrészt egy nagyon erős kezű, magabiztos grafikus. Tehát ez a kettősség, ez mindig csodálni tudtam. Ő volt az egyik az első képzőművész ismerőseimnek, azt mondhatom, egy meghatározó élmény volt számomra, amikor gyerekkoromban nagynémmel elmentünk, meglátogattuk a műterembe, és akkor láttam, hogy néhány vonásból milyen magabiztosan fel tud vázolni egy arcképen. Miközben rengeteg vicc, rengeteg nevetés volt, tehát hogy ez a kettősség, ez annyira meghatározó, és ez a képeiben is benne van. Egyrészt egy ilyen nagyon kemény grafika, másrészt pedig egy ilyen emberi melegség. Mint grafikus, annyit mondhatnék, hogy sok ideig az illusztráció hatása alatt csinálta, gyártotta a nagyobb grafikáit is. Ellenben ez a foglalkozása lassan háttérbe került, és az utóbbi 10 évben nagyon-nagyon szép rajzait és akvareleit láttam, amelyeknek
már nincs közük ahhoz a gyermekvilághoz. Szóval továbbra nagyon szép maradt, és érettebb korában melankolikus, néha drámai meglátásai vannak, szép emberi életfilozófia is van benne. Nagyon-nagyon becsülöm, nagyon szeretem. Egységes a művészete egy isteni emberrel. Volt egy olyan fám, van is még, remélem, mert nem voltam már nagyon rég a sétatéren. Ott van az a, pont a műteremmel szemben volt egy csodálatos, óriás platán, amit úgy éreztem, hogy ezüst. És úgy jött, hogy végig simogassam. És minden reggel, mikor mentem be a műterembe, akkor már a főiskolán, akkor néztem, és aztán később is. Arról van egy, de egy pasztelem van az óriás platánról. Amit pedig a deltába fedeztem fel, és az maradt az én örök álmom, a kagylók. Azt hiszem már nem is tudom, hogy hány kagylóm van, és ahova mentem, és sikerült valami érdekes kagyló, és a gyökerek, rengeteg különleges formájú gyökeret gyűjtöttem is össze, és a bejárati részen, ahogy feljössz, azt hiszem a modelljeimből még van, vagy van egy pár gyökér. Ha kategorizálni akarnám, tehát besorolni magam, hogy festő voltam, mert a főiskolán választani kellett. A grafika külön épületben is volt, külön egész más dolgokat tanultak technikailag, minden. Nem is gondoltam. A grafikát azt később, hogy mondjam neked, magánúton tanultam, mert boldog voltam, hogy olyan kollégák voltak, mint Fesz Laci is, aki megengedte, hogy bemenjünk a grafikára, és ott próbáljuk. Azt elég későn kezdtem, és nagyon, lehet, hogy technikailag nem jutottam olyan színvonalra, de boldogan, hát boldog vagyok, hogy volt a présem, és mondjuk olyan kolléganőm volt, vagy barátnőm volt a fiatalok közül, mint Kopacz Mária, aki segített nekem, hogy prést is tudjak venni, és sok segítségemre volt az a baráti társaság, az a kollégák, akik segítettek. A grafikák közül a rizkard, a karcot szerettem sokkal jobban, mert úgy éreztem, hogy nincs elég nem elég dekoratív az a látás, az összegezés, amit csinálok fametszetben. Kicsit későn, de megkapta az élettől, a társadalomtól, a barátoktól a szeretetet és az elismerést is. Én, mint biológus, hiába mondom azt, hogy szeretem, tisztelem, élvezem a festményeit, de a szakembereknek a véleménye az a döntő. És az, hogy Iti megkapta az MK-től a Szolnai díjat, az, hogy Iti a magyar társadalomtól megkapta a Munkácsi díjat, az, hogy megkapta a magyar állami Magyar Arany érdemkeresztet, az azt jelenti, hogy a szakemberek is elismerik őt, mint embert, mint művészt. Úgyhogy mi, mint embert szeretjük, de a művésztársadalom nagyon szépen és nagyon avatottan értékeli.
A napsugárnál tulajdonképpen a munkám nem maradt abba soha, illetve egész addig, amíg nem tudtam. Tehát miután beteg lettem, itthon is dolgoztam még. Ami abban maradt, az a préssel való munka, mert mikor már legyengültem, tehát tudod, hogy van az öregséggel, hogy az ember nem figyel oda, elesik, törik, úgy, mintha porcelánból lenne, és egy olyan furcsa váltörésem, tehát kartörésem volt, hogy kétségbe estem, hogy nem fogok tudni többet dolgozni, és olyan szerencsével az ortopédián fazekas professzornak az egyik asszisztense, az is egy idősebb valaki volt, aki olyan csodálatosan helyre rakta a karomat, hogy még most is tudok dolgozni. És nem, és tudod, hogy a betegséggel is akkor fordultam, mikor először voltam a kórházban a szívemmel, akkor olyan boldog voltam, hogy az ablak mellett volt az ágyam, és rájöttem, hogy nagyon sokat tud nyújtani az ég és a felhők. És ez a felhő imádat, ez megmaradt bennem még most is. Nem grafikai munka, ez feltétlenül festészet. És még akvarellbe is próbálkoztam, de talán a pasztel az, ami a felhőknek a puhasságát visszaadja, és gyönyörű meséket lehet a felhőkből kitalálni, vagy meglátni, és ami nagyon érdekes, hogy nem csak a felhőkből, hanem például a gyökerekből is, ezt egy nagyon, azon kívül, hogy talán az életem utolsó legnagyobb élményét az Balázs és Helga adta nekem, ezt a nagy ajándékot a kiállításommal, ahol ugye a munkáimat úgy együtt láttam, és furcsa módon először úgy megdöbbentem, hogy a képeken, tehát a képeknek nincs meg a cím, tehát nem adtunk címet. És a néző, miután már a kiállítás megnyílt, egy hölgy legugolt mellém lévén, hogy én a székembe ültem, és mondta, hogy most van először, valahonnan a regátból jött, azt hiszem, és hogy most jött először Kolozsvárra, a Kolozsvár hírességeit akarta megnézni, és a Bánfi palotába jött a múzeumba. És ha látta, hogy kiállítás van, hát ez egy külön öröm, hogy ő bejöhetett erre a kiállításra, és szóval milyen boldog, hogy nincsenek a... Ő megértette, hogy miért nincsenek a képek alá címek írva, mert mindenki azt gondolja, amit érez. És hogy ő nem járt kiállításra, de neki ez egy olyan öröm volt, hogy ő higgyem el, hogy ő érezte, hogy én mit akarok mondani. Szelídség, őszinteség, művészi tisztaság, Puskin mai színházi értelmezése, zene a családban, család a zenében, reformáció kisközösségben. Ekképp foglalható össze mindaz, amit ma Húshagyó kedden bemutattunk önöknek. Riportjainkat visszanézhetik a Magyar Adás honlapján, a magyaradás.ron, a Facebook közösségi portálon levő profilunkon pedig többet megtudhatnak szerkesztőségünkről is. Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk. Minden jót kívánok, a viszontlátásra! A Sepp-Hiszentgyörgy melletti Gidó falva egyike az Old Menten legrégebbi településeinek. Régi templomát a legutóbbi időkig nem kutatták,
és amikor az utóbbi években egy nagy javítás alkalmával a vakolathoz nyúltak, középkori falfestmények maradványaira bukkantak. A 70-es évek az egy vezér, egy nemzet víziója árnyékában Erdélyben a magyarságnak még meglévő kommunikációs csatornáin, színházakban és médiában sok mindent el lehetett mondani, vagy inkább sugallni, közölni. Amikor már gőzerővel folyt a magyar kisebbség asszimilálása, ilyen kommunikációs nyelvezet tudott lenni a zene, az erdélyi régi zene, a táncház muzsika által felszínre hozott ősi magyar népdalkincs, de a fiatalokat megszólító, mozgósító rock muzsika is, egyáltalán a magyarul éneklés.